megnézni, tehát látunk a másik, látszuk a másik szervizáson. Az az, amit láttunk ott legelől, mi volt az? Amikor először bementünk. Mi vagyunk még. Igen, a népi hagyományokat, és azon belül is mit láttunk? Egy sárközi népviseletet láttunk. Egy kirándulás tapasztalatait, élményeit elemenítik fel a Babits Mihály Kulturális Központ varázsasztal táborának résztvevői. Az itt szervezett táborok tematikájába beépül olyan program is, amelyek színesebbé, érdekesebbé teszik a gyerekek számára az itt töltött egy hetet. Nem véletlen, hogy évek óta gyakorlatilag teltházzal működnek ezek a nyári foglalkoztatók. A varázsasztal táborban elsősorban azok a gyerekek vesznek részt, akiktől nem áll messze a festék és a színes ceruza a rendszeres használata. Akik most itt vannak, azok azért jöttek ide, mert nagyon szeretnek rajzolni, és nem csak rajzolni, hanem bármit alkotni. Lehet az egy varrás, lehet az egy nemezelés, vagy csináltunk textilfilccel pólókra rajzoltak. Ők maguk tervezhették meg a pólókat, és ez akkora élmény volt számukra, hogy nagyon élvezték. Ezáltal ugye nagyon sok minden fejlődik náluk. Többek között fejlődik ugye a finom motorikájuk, a képzelőerő, fantázia. Most például gyerekeket rajzolják, hogy pörböljön milyen élményekben volt részük, és ugye felidézzék azt, hogy mi tetszett számukra a legjobban, miről beszélgettünk, láttunk ugye nagyon sok állatot, akkor azokról megbeszéltük, hogy micsoda, hogy hívják őket, miket esznek, mi jellemző rájuk, és akkor ezeket felidézve újra le kellett őket rajzolják meg, elevenítsék azt, ami számukra a legjobban tetszett ott, és amit élveztek. Látják is, meg is beszéljük, tapasztalják azt, hogy ők, vagy tapasztalják közvetlenül az állatokat, például, hogy a ugye négy lábú emlős állat mit eszik, a kicsinyeik is, vaddisznónak a kicsinyei is ott voltak, akkor azt is látták, és ez számukra szerintem egy óriási élmény, hogy nem csak képeken látták őket, hanem valóban és valóságban is megtapasztalták. A Babitsban minden nyáron tematikus táborok szerveződnek, és az elmúlt évek tapasztalatai azt mutatják, az érdeklődés jelentős. Én azt gondolom, nagyon sikeresnek ítélhetjük meg valamennyi táborunkat. Összesen 4 tematikus tábor tervezett ebbe az évbe a Babits Mihály Kulturális Központ a nyári időszakra, és próbáltunk olyan programokkal, olyan fajta kialakítással készülni, ami több korcsoportot, illetve inkább több érdeklődési kört érinthet. Évek óta nagy sikerrel mennek a Varázsasztal címet viselő táboraink, ez zajlik jelenleg most ezen a héten is itt a Babitsban. Ez most az utolsó táborunk igazából a nyáron, mert hát nálunk ugye már a fesztivál szezon javában kezdődik a következő hetekben. Ez a varázsasztal tábor az elsősorban ugye a kreativitásra épül, azok a gyerekek, akik szeretnek rajzolni, mesék alapján kigondolni ügyes, kreatív, kézügyességet igénylő dolgokat, mindig örömmel jönnek, de természetesen nem ezzel telik el az egész hét, hanem ennek is egy változatos szakmai tartalma van. A katasztrófavédelem, a rendőrség vagy éppen a Gemenci erdő megtekintése is érdekes tapasztalatokkal jár a gyerekek életében, mondja Berliker Attila igazgató. Önmagában vonattal való utazás is egy élmény ennek a generációnak, hiszen nincs ez már annyira benne a mai gyerekek életében, hogy vonatozunk rendszeresen. A természet, az élővilággal való közelség mindig fontos, egy kirándulás nagyon sok élményt tartogat, vadettetés és az állatok közelsége mindig megmozgatja a gyerekek fantáziáját, de visszatekintve az előző 3 tematikus táborunkra ugyanez elmondható. Volt természetjáró túránk, természetjáró táborunk, volt kalandtáborunk, ahol egy kicsikét még izgalmasabb dolgokat is megnézhettek a gyerekek. Minden táborunkba beépítünk egy kicsit a város történetét, a város ismeretét előtérbe helyező programokat. A gyerekek olyan kirándulásokon, városon belüli sétákon vesznek részt, ahol érdekes épületeket, történeteket hallhatnak, akár a kollégáinktól, akár megint csak a partnereknek utalva a város történetét ismerő emberektől. A jelentkezésünk is szépen alakult, direkt nem akarunk
túl magas létszámmal dolgozni, hiszen nincs annak értelme, hogy ne jusson idő a gyerekekre. Általában olyan átlagot tekintve 10-15, tematikus tábortól függően akár 20 főig is fölmehet a létszám, de ezt nagyon szépen tudjuk is tartani. Van egy stabil, úgymond tömegbázisunk is, vannak szülők, ahol a második, harmadik kisgyerek is abba a korba kerül már, hogy jöhetnek a táborba. Alapvetően alsó tagozatos gyerekeket várunk, egy-egy év fölfelé, lefelé mindig talán belefér, van, amikor egy testvér miatt is, egy kisebb vagy egy nagyobb testvér is szeretne jönni, ezeknek mindig teret adunk. Bár az idei táboroztatási szezon ezzel a varázsasztal táborral véget ért a Babicsban, és a figyelem most már a felnőttek felé fordul, hiszen közeleg a Születi Fesztivál és a Városnapja is, a tervek szerint a jó tapasztalatokat folytatva jövőre újra megnyílik majd a lehetőség a gyerekek előtt.